A gazdák, akik kapják az uniós pénzt, ezek a 30 éves jogászok, mérnökök, IT szakértők, persze, hogy megélnének. És nekik azért, ők most már látják, hogyha az Orbáni politika miatt és külpolitika miatt, vagy a külszintéren elkövetett magyar politika, mert ez nem külpolitika, mint hogy nincsen gazdaságpolitika, politika miatt nem jön a pénz, akkor ők egy idő múlva azért azt mondják, hogy hát nem lehetne az elintézni, hogy a Orbán papa is Biden mintáját kövesse, hogy az alsó középosztály az nem tud európai életmódot folytatni, holott szeretne. Mert nem arról van szó, mint Indiában, hogy vannak kasztok, és tudják, hogy nekik nem jut már. Hát Isten, így nőttünk fel, hanem itt azért 30 évvel, 35 évvel a rendszerváltozás után most már juthatna. És a gazdaság ezt megtermeli. Hát a magyar gazdaság lekopogva működik. Jó napot kívánok! Ez itt a Magyar Közöny, a frisshírek.hu közéleti politikai heti magazinja. Ma a témánk a gazdaság lesz, a hazai gazdaság leginkább, és a vendégem pedig Bot Péter Ákos egyetemi tanár, közgazdász. Üdvözlöm, tanár úr! Köszönöm szépen az ismételt meghívást! Köszönöm szépen, hogy ismételten eljött hozzánk. Hát egy külpolitikai felvetéssel kezdeném. Ugye Joe Biden visszalépett az elnökjelölti posztról. Ez mit jelent közgazdaságilag, így világ, vagy akár, hogyha egy kicsit makrobb szinten nézzük Magyarországra nézve? Azt nem tudjuk, hogy mi lesz, mert úgy nézett ki, hogy ha ő marad, akkor a republikánusok besétálnak a hatalomba, és egy olyan elnökkel, akinek a korábbi működése elég vegyes volt, és amiket most mond, az pedig inkább ijesztő. De hát a másik oldal, ha nyer, akkor az se világos, hogy ki vezeti, milyen fölállásban és milyen arányban. Mi lesz a hatalom megosztás, de minden esetre én azt néztem, hogy a sajtó azt elemezgette, hogy a Trump-i gazdaságpolitika az inflációs. Trumpflation, ezt a címet adták neki, hogy Trump-i infláció, mert hogy ugye ő leviszi az adókat, mert nagyon szereti a nagy tőkét. A támogatást nyújt, megvédi az ipari munkásokat védővámmal, ilyesmivel. Mindegyik probléma van, a költségvetést gyengíti. A védővámok azok megnövelik az árakat. Tehát az volt az előrejelzés, hogy ha Trump nyer, akkor az egy inflációsabb Amerika, és az magasabb kamatszint, az nem jó hír nekünk, de az a probléma, hogy ha végigmegyünk majd, nekünk semmi se jó. Tehát, hogyha valaki olyan helyzetben vagyunk, mint mi, akkor annak nem nagyon jó semmi, mert ugye ez nem jó. Na most a másik eset, azt nem tudjuk még, mert ez most nagyon friss a fejlemény. Hát minden esetre az kiegyensúlyozottabb gazdaságpolitikának néz ki, mert hogy folytatás az előzőnek, de olyan ügyekben, ami most ugye mi ránk vonatkozik, például a Kínához való viszony, abban én nem látok lényeges különbséget sem a egyik, sem a másik amerikai oldal között, sem a mostani demokrata, sem a potenciális következő demokrata kormányzat között. Nem fogják szeretni Kínát, nem fogják beengedni a terméket. Most ez azért jön azonnal ide, mert hogyha Amerika védővámokat alkalmaz mondjuk az elektromos autózása kapcsolatban, akkor Európa nem teheti meg, hogy ne védje magát. Mert különben az a kínai dömpingáru, mert az, hát ne kerülgessük, rázódulna nem Amerikára, hát a másik nagypiac, ugye Európa. És hát itt is vannak termelők, akiket el tudna mosni, ezt tönkretenni. Egyébként pont most hallottam, vagy illetve olvastam múlt héten elnézést, hogy az akkumulátor felvásárlás az autókba európai szinten, ez mint hogyha stagnálna, sőt, mint hogyha csökkenne. Ettől függetlenül is probléma van azzal, amiről mi beszélünk, tehát nekünk nem kell külpolitikai izgalom ahhoz, hogy baj legyen itthon. Hát a magyar iparpolitika teljesen értelmetlenül, és ez nem olyan, hogy megtörtént, hanem ezen dolgoztak éveken keresztül, miközben most azt mondta a szakma éveken keresztül, hogy nem jó, nem szabad, így nem szabad, ennyire nem szabad, nem így kellene. Na, tehát ezért azt gondolom, hogy ezek az izgalmak, hát elemzőként én is nézem, elolvasom mások elemzését, tehát kérdezgetjük egymást, de ami a külkereskedelmi, pénzügyi folyamatokat illeti, nekünk az volna jó, nem is tudom, mi volna jó, az volna, hogyha nem ebben a helyzetben lennénk. Nem ebben a
eladósodottsági állapotban, ahogy így kell finanszírozni a magyar államadósságot. Nem függene ennyire a magyar gazdaság, annak az ipari része különösen egy olyan technológiától, amely körül geopolitikai, technológiai viták zajlanak. Hát az a akkumulátor ügy az azért is ezer sebből vénzik, mert az sem biztos, hogy ez a technológia lesz 3 év múlva, nem csak hogy jó, hanem hogy egyáltalán elfogadható. Hiszen ha jön egy jobb, ez a creative destruction, ahogy mondta egy nagy amerikai közgazdász, hát monarchiából származott, Schumpeter, az hogy azt jelenti, hogy a kapitalizmus hoz egy újat, és elpusztítja a régi technológiát. Tehát ha valaki régire rááll, és jön egy új, hát akkor vége. Na, úgyhogy hát lessük a külső fejleményeket, és azt szeretném, ha Magyarországot nem ilyen állapotba érné ez a sok izgalom. Még egy pillanatra maradjunk Amerikánál, hogyha megengedi tanár úr, és például nekem egy nagyon érdekes dolog tűnt föl, én például egy kicsit befektettem a jövőbe, és nagyon érdeklődöm a kriptovaluták iránt, és amikor megtörtént a merénylet Trump ellen, akkor hirtelen volt egy piaci felemelkedés, ez például minek köszönhető? Ha nem csak a kriptovalutákat nézem, igen, hanem akár az amerikai tőzsdét. Igen, na most az ilyenkor az arany szokott elszállni, mert hogy az emberek megijednek, félnek. Háborús veszélynél valami történik, akkor az aranyára fölmegy, úgyhogy ha az arany nagyon jól megy, akkor gond van a világban, amikor oda viszik a pénzt. Egyébként azt, amit be lehetne fektetni mondjuk egy gyógyszergyárba. A kriptovaluta világát nem ismerem, én azt hiszem, ebben nem fogok beszállni, pláne befektetőként. Aranyban egy kicsit, de aztán kiszálltam részben, mert azon is lehet veszteni, az ember rossz ütembe száll, de részben pedig mondom, fűződik hozzá, hogy milyen erkölcsi aggodalmam is. No, szóval azt gondolom, hogy ezek az izgalmak, ezek néhány aktívának az árát megnövelik, a többit nem szükségszerűen, de például, amikor a Trump ezzel a nagyon különös merénylet kísérlet utáni kegyelmi egy-két napban volt, akkor hát néhány tőzsdei termékára szépen fölment, mert azt gondolták, hogy hát ő ugyan a tech vállalatok vezetőit nem szereti, ezt az egész kultúrát nem szereti, de adókat fog csökkenteni. Hát gazdag emberek nem bánják. Úgyhogy a tech szektor gondol, mit gondol a festett hajáról, meg az összes dolgáról, de tulajdonképpen úgy láttam, hogy beálltak mögé. Na most meglátjuk azért, hogyha jön egy esélyes jelölt a másikon, akkor visszaállnak-e. Úgyhogy én ezeket a kis kilengéseket ezeket azért el szoktam engedni, mert inkább érdekességnek tartom. A nagy folyamatokat is nehéz elemezni, na, de hát ezekhez ott kellene élni a piacon, hát azért az nekem messze van. Jó, hát akkor térjünk egy kicsit vissza Európába, jobban mondva Magyarországra. Titkos szuperköltségvetést lengetett be a magyar miniszterelnök, és talán az egyik legérdekesebb pontja, hogy adómentes lesz a bóravaló. Megmenekül ezzel a magyar gazdaság? Itt a Kánaán? Ugye ez is egy amerikai példából jött. Na most ez ugye bemegy kialvatlanul reggel egy rádióműsorba, és mond dolgokat. Azt, hogy most jött Amerikából, ahol elnök nyerni fog, és van egy nagy programja, például adómentessé teszi Amerikában a borravaló. Még de borravaló great again. Na most, és akkor azt mondta, megnéztem ott a bejátszást, mert azt hittem, hogy hülyéskednek. Hát ugye Magyarországon nem tudja az ember, melyik a tréfa és melyik a valóságon. Kicsi a határa kettő között, de tényleg azt mondta, hogy most jöttem Amerikából, és ott ez lesz a megoldás, nálunk is. Hát először is tipikusan ezek után nem fizetnek itt sem nyer adót, esziát. Ez nem fogja megváltoztatni a magyar jövedelem elosztást. Az amerikai szisztéma, adószisztéma nagyon más, mint a magyar. Úgyhogy ha valaki ennyit hozott magából egy földet megkerülő körútból haza, hát az elég soványka ahhoz a problémahegyhez képest, ami itt 2020 óta felhalmozódott, és amivel nem foglalkozik a magyar miniszterelnök. Ez 2020? Én most 20-at mondok, mert előtte is volt probléma, de volt egy nagyon jó gazdasági konjunktúra, és az ugye hátszél. Hát a vitorra lehet szakad, de azért még hátszél. A 19-ben ez a hátszél kiment,
Érdekes ebből egyébként, én személyesen semmit nem tapasztaltam ebből a vitorlából. De, igen? Jó, de hát azért a GDP nőtt, a reálbérek nőttek, a kamatszint az lejjebb volt, szóval visszanézve az aranykor. Jó, akkor nem sokan mondták, hogy aranykor, de hát mondjuk ezért jó, hogy az öreg fiú, aki hosszú trendeket néz, hogy van, amikor a trend alatt van a gazdaság, akkor baj van. Van, amikor a trend fölött van, akkor jobban megy. Akkor is lehet baj, mert nem oldódnak meg a gondok, de elfedi ezt a hullám. Na, ez a hullám lefutott 19-ben. Jött a COVID, és én úgy látom, hogy azóta a magyar gazdaság sodródik, és a kormányzat, nincs gazdaságpolitika. Tehát van politika. Ez nem gazdaságpolitika. Most a gazdaságban van a hangsúly. Tehát van politika a gazdaságban, vagy a kívült a legfőbb döntéshozó, hogy intézzétek el, hogy legyen hozzá forrás. De ez nem gazdaságpolitika, hanem ez politika, aminek van gazdasági vetülete. Most ez korábban is így volt. Tehát a rezsicsökkentés, ami egy választási eszköz volt, aztán úgy maradt, a nyakunkon maradt. Rengetegbe került. De már nem akarta megszüntetni. Bevált. Hát bevált, akkor bevált. Hát hogyha egy 4-2-4 fölállás bevált, akkor még 2 évig azt játssza a csapat. Tehát akkor nem változtat. De most más a helyzet. Tehát nagyon sok bajunk van. És aki minket néz, hallgat, az tudja, hogy nagyon sok bajunk van. És most ez nem egy ilyen ellenzéki álláspont, vagy öreguras morgolódás, hanem hát egyszerűen hát nézzük és nem is a GDP-t, hanem nézzük a várható élettartamot, hogy hány évig él egy magyar gyerek, ha megszületik. És itt vagy mondjuk Albániában éle tovább egy ember. Albániában. Hát, hogy az olvasás, az írás, ez a PISA felmérések, hogy az egészségügyi állapota a magyaroknak, az elhízottsága, hát menjünk végig az utcán, és nézzünk bele embertársaink fogazatába, ami nem illik, de hát mégiscsak nézzük végig őket, ahogy na, szóval itt olyan sok dolog, és emögött vannak struktúrák, emögött vannak intézmények, a gyerekvédelem. Az idegenrendészet, idegenvédelem, a bőrönök állapota, a roma ügy. És nem kell nagyon messzire menni, már az alsó középosztálynak a lehetetlen állapota, miközben a tetején meg a hivalkodó fogyasztás. Tehát amikor ezeket az átlagszámokat kihozza a KSH, hogy mennyi az átlagbér. És akkor hát én nagyon durva kommentárokat szoktam hallgatni erről, na, magyarázz meg, hogy lehet ez 600 ezer forint, amikor én megkérdezek 10 embert is egyik se. És igaza van, mert az átlag az egy nagyon furcsa szó. Na, és akkor azért mondom, hogy ezt a probléma halmazt, ezt eldobta magától a miniszterelnök és a kormánya. Hát egy-két miniszternek kell ezzel foglalkozni, azok is furcsa dolgokat csinálnak, furcsa. Tehát, amit Lázár csinál, azt nem nevezném közlekedés politikának. Mondhatom, hogy fantasztikus a munkája, hogyha az üdítőre gondolok. Tehát ilyen problémákkal nézünk szemben, mint a fantának a gyümölcs tartalma. Igen, igen. És annak kapcsán neki rohant, hogy ilyen szemetet sütnek rá a magyarokra. Most, ha igaz, akkor a magyarokat hülyézi le. Ha nem igaz, akkor hazudik. Na, nem megyek végig más a beszélgetés tárgya. Értem persze, csak hát azért, hogy az ember megnyugszik ilyenkor, hogy szakértői kormány vezeti ezt az országot. Szóval gazdaságpolitika nincs. Nincs. Mm-hmm. Viszont gazdasági probléma tömkelege van, és most neki haza kellene jönni, már körbe repült a földet, haza kellene jönni, és szembe nézni ezekkel az ügyekkel. Az hát oktatás. Most úgy látszik, hogy szembenézett. Ez a szuperköltségvetés. Azért ez mondom, mi? Hogy ez egy móka. Tehát inkább ilyenkor mindig amikor erről olvasok, azt hiszem, hogy ezt valamilyen humoros műsor találta ki, Magyarország kedvenc műsora, Kormányinfo Plusz. Egyébként meghallgatom, és gyakran megértem, hogy mit is mondott, tényleg mit mondtak az igazi Kormányinfo. Ez nem megoldás. Tehát, hogy nem itt van a megoldás, ez egy péntek reggeli show annak, aki ezt meghallgatja és befogadja. Hát ez főleg érdekes, mert ugye tegnap a miniszterelnök egy posztban azt nyilatkozta, vagy írta,
ha az EU pénze Ukrajnába megy, az európai gazdaság nem tud jobban teljesíteni. Erről mi a véleménye? Hát Magyarországnak szüksége lenne külpolitikára is, az sincs. Tehát van politika, aminek van külső vonatkozásai, és ezek a politika az a miniszterelnök személyes politikája, és annak van a külpolitikai megtestesülés, hogy elmegy ide, elmegy oda, elmegy Kínába, honnan, ha nem hívták, elmegy Oroszországban, ha nem tartottak rá igényt, elmegy végre két év után Kijevbe, jó. De az nem világos, hogy a magyar kormány, jelenlegi magyar kormánynak mi a pozíciója Ukrajnával kapcsolatban. Ne legyen. Ugye ez az orosz verzió. Megeshet, hogy így hozza a sors, tragédia lenne, mondom én, nemzeti szempontból, mert akkor Oroszország lenne csapnál. És akkor azért egy debreceni autógyár német tulajdonú nem lenne annyira nyugodt, mint most, ott van még egy nagy ország közöttünk. Tehát ha ezt gondolja, téved. Ha azt gondolja, hogy Ukrajnára szükség van, és meg kell maradnia, és azt gondolja, hogy határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni, egyébként ezt gondolja az egész világ, ezt kell, hogy gondolja, hát ez egy nyuszika, akkor Ukrajnát meg kell segíteni. Ha valamioknál fogva a fegyvertől óckodik, akkor fizetni kell. És még azt se lehet mondani, hogy kell. Mert a többiek fizetnek, akkor nem lehet itt potyautasként csüngeni. És még azt se lehet mondani, hogy ez kidobott pénz, hát a honvédelem is kidobott pénz, de hát az oltás is, meg a gátépítés is kidobott pénz, mindaddig, amíg nem jön az ár, és az injekció, amíg nem jön a vírus. És a szomszédországnak a életbetartása mindaddig, amíg nem dől össze, mert akkor utána az mennyibe van. Szóval, ha ezt mondja, ez nem külpolitika, ezek szövegek, és ez gondolom, hogy részben belpolitika, részben pedig ilyen egópolitika. De túl sokat veszünk egy szeméről. Igen, hát nem, nagyon sokan mondják azt, hogy ez már borzasztóan nyíltan egy ilyen nagyon orosz barát politika, amire ráfogják azt, hogy ez egy egy békepárti valami, ami véleményem szerint sokkal inkább háborúpárti. Mi zsemir. Igen. Orosz nyelvleszke, egyes szám orosz nyelvleszke, mert béke mellett vagyunk. Szóval elég szomorú, hogy mikor gazdaságról beszélünk, akkor mindig egyes személynek a folyó ügyeiről. Hát ilyen vízfejűvé vált ez a magyar politika, tehát szól Orbán Viktorról, és tulajdonképpen semmi másról, de hogyha még egy pillanatra maradhatunk az ő személyénél, hogy mire számíthatunk akkor egyébként az EU-ból, vagy az EU-tól ezzel a politikai hozzáállással, mert ugye nyilvánvalóan ez, amit mondott Ukrajnával kapcsolatban, nem vagyok közgazdász, de szerintem nem igaz. Hát ugye semmi se igaz abból, amit eddig elhangzott a magyar nyilvánosság előtt, mármint kormány oldalon, a kormány propaganda csatornákon keresztül, de itt a helyzetet az nehezíti, sőt teszi nagyon, nagyon kritikussá, nem akarok meleg nyárban ilyen ijeszgetni a minket nézőket, de ugye azzal kezdtük, hogy szóba jött, hogy a magyar költségvetés nincs jó bőrbe, hogy a magyar gazdaság nem húz, és ha nem húz, akkor a költségvetése tud nagyon, nagyon jó szuperálni, és nagyon kellenének azok a pénzek, amelyek ott vannak félretéve, 10 milliárdok euróban, és mire energia takarékosságra roppant kellene, a digitális átállásra, még az oktatásra is, amire nem adnak senkinek, még a Bulgáriának se adnak, hogy a bolgár költségvetést kisegítsék a nyugati adófizetők pénzéből. Hát az mindenkinek csak van annyi bevétele. Itt a mi esetünkben még azt a pénzt is hajlandó összeadni a nyugati közösség, így kell mondanom, mert rossz bőrben van a magyar gazdaság, látják, és elvégzetlen feladatok tömkelege van itt, hát az energia rendszerről való leválás, az oroszról való leválás, hogy megcsinált Nyugat-Európa, nem csinált meg Magyarország. Szóval kellene a pénz, és akkor jön, már megint csak visszajöttünk a személyhez, és itt most a személyről van szó kétségtelen, nem az ország érdeke, személy, aki házigazdája lehetne 6 hónapig az összes többi miniszternek, akik eljönnek ide, Gödöllői kastélyba, vagy Balatonfüreden, vagy valahol,
úri kiszolgálásból részesülnek, precíz vitalevezetés, gyorsan megírt jegyzőkönyvek, gördülékeny ügykezelés, és azt mondják, na, a magyarok jó, hát kicsit színesek, meg a huszárosok, de hát azért alapvetően nem rossz fiúk, és amikor jön ez a 17 kipipálandó feladat, akkor azért valami olyan határeset. Na jó, menjünk ezen túl. Már csak marad 6, már csak marad 5, akkor már csak marad 2. Na most, hát, ha előveszik ezt a 17-et, és látják, hogy a magyar kormányzat a nagy évben tesz a közösen megállapított programokra és mondásokra és tételekre, akkor nem hinném, hogy a bürokrácia, a Európai Bizottság, Brüsszel, Európai Bizottság, akik ugye tisztviselők, azok erőszakot tennének magukon és átengednének. Azt mondom, 2 + 2 az 7, oké, azt hitták a magyarok, nagyjából rendben van. Azt fogják mondani, hogy nem. Meg 2 + 2 az nem 7. Amíg nem jön ki a 4, addig nem tudjuk bevenni ezt a papírt. Nem nagyon szoktam ilyet csinálni, de most megteszem, mert ez nekem nagyon régóta egy ilyen személyes meggyőződésé vált az életemben, hogy mi van az EU-s pénzekkel. Most ugye Magyar Péter, ismerjük a választás, a június 9-i választás eredményeit, ő tulajdonképpen azzal politizál, vagy azzal szokott a Facebookon és egyéb ilyen platformokon megjelenni, hogy ő hazahozná ezeket az uniós pénzeket. Én úgy gondolom, hogy minden hazahozott uniós forint a NER-nek a regnálását erősíti. Lehet ebben az állásponttal, amit én mondok, vagy amit ő mond, igazságot tenni? Hát ugye ezek most kicsit ilyen érzelmi hozzáállások. Nyilván, persze. Ha idehozzák a pénzt, úgyis ellopja valaki, akkor inkább annak nincs sok értelme. B, az a mi pénzünk, hát ha már ideadták, akkor hozzuk haza, és hát aki itt kekezkedik, vagy fontoskodik, az a magyar pozíciót rontja. Hát először is a következő, ahogy én látom, és akkor hát nézzük. A pénzek egyharmada jön, ez az agrárpénzek jönnek. Tehát ott semmi jogi, ezért az unió, hogy miért jó, nem jó, hogy miért kell az agrárszektort külön így kistafírozni, ez 60 éve így van, és erről megvan a véleményem, de most én sem mondom, hogy akkor ne hozzák, hát hozzák, jó. Tehát a pénzek egyharmada jön. A másik egyharmada, ott fel lettek oldva azok a korlátok, azok jövögetnek. Tehát most néztem éppen reggel az első fél éves államháztartási jelentést, olyan félgőzzel jönnek. Tehát 25%-a jött, ami a költségvetésén keresztül jön az egyévesnek, hát az azt jelenti, hogy nem 50%, vagy 6 hónap, csak fél. Félgőzzel, de jön. És egy része be van fagyasztva. Most ezek a nagyon fontos pénzek, ezek le fognak járni, ráadásul ezeknek a felhasználás ideje, szavatosság ideje, úgy állapodtak meg, hogy ez egy egyszerű valami. Azt valószínűleg elveszítjük, és akkor hát elveszíti, aki megnyerni a NER, de hát mit mondjon erre az ember? Hogy először is, hogy hát csak lehet abban reménykedni, hogy most már most már az emberek is nézik. Az elmúlt 5-8-10 évben nem a korrupció nem mozgatta meg a tömegeket. És nem azért, mert a magyarok ilyenek. A magyarok olyanok, mint a nem magyarok alapvetően. Emberek vagyunk. Hanem amit megtanult azt, hogy hát hiába szól, se lesz semmi. Máshol, ha szól, lesz valami. Tehát gondolom, egy svéd nem azért áll szembe a korrupcióval, mert hogy genetikusan más, mert úgy nő, hanem mert ott nem illik csinálni, ha kiderül valaki, hogy szégyeli magát, nem pedig büszkén megy a kocsmába, hogy átvágta már megint a többit. Na most, tehát ezért reménykedem, hogy azért nem fognak mindent ellopni. Az új politikus, a Magyar Péter, ez a szöveg nem rossz az ő pozíciójában, mert ugye ő nem azt mondja, mint a tiszta ellenzéki, de kicsit spekulatív álláspont, hogy egy fillért sem, amíg ezek itt vannak. Mert hát azért, ha a főváros megkapná, ha eljutna a tanárokhoz, ha csak a felét lopnák, szóval különböző ilyen határesetek vannak, amire én nem azt mondom, hogy levágni, mint egy giotinnal. Úgyhogy
Ezért a kételyek jogosak, legjobb volna, hogyha a magyar kormányzat észhez térne, és azokat kipipálna, azokat a 17 pontot, ugyanis azokban olyan beépített szabályozók vannak, amelyek nem tüntetik el a NER-t, de nagyon-nagyon megnehezítik, hogy látványosan és brutálisan ellopják azt a pénzt teljes egészében, cakkumpak, amire egyébként szükség van. Tehát ilyen értelemben, ha és amennyiben, akkor igen a válaszol. Na most tudom, hogy ez egy kicsit bonyolult, ha és amennyiben, akkor ide a pénzt, ha nem, akkor én nem azt mondom, hogy örülök neki, hanem értem, hogy egy német politikusnak a saját adófizetőhez kell fordulni. Ott is van szegény, relatíve szegény. Még a Dániában is van, akinek nincs lakása. Tehát ott is el kell magyarázni, hogy az a pénz, amit odaadnak a magyaroknak, az nem lesz ilyen lombkorona sétány, és az még csak a Jobbik eset. Hát ott csak... Jó. Hát én pont így a napokban láttam egy ilyen hírt, hogy talán a Rétság, vagy Homokhátság, nem tudom, valamelyik ilyen klímaváltozás által keményen érintett területen kézzel próbálják meg visszahordani a vizet az aktivisták arra bizonyos területre. Hát ugye a jövőbe való fektetés, hogy itt, ahogy Óbudán vagyunk, például az utak állapotában láthatjuk, hogy egész egyszerűen katasztrofális. Szóval a kátyúzása, tehát ha hozzák a pénzt erre, akkor... Nem, arra gondoltam, hogy igazából, hogy mint Oroszország esetében is ezt sokszor elmondják külpolitikai elemzők, hogy valamilyen szinten a szankciók működnek. Csak ahogy én látom, mint egy magyar állampolgár, ezek a szankciók most már annyira durván működnek egyébként, szerintem ez az igazából ez a pénz visszatartás, hogy ahogy a tanár úr is kezdte ugye ezt a beszélgetést itt, hogy érződik. Igen. Na most jó. Az emberek átlag igen, keresetén, igen, vagy bármin. Kezdik érezni, és azért azt is talán jobban megértik, és ez mutatják felmérések, hogy például a korrupció az most már az ügy lett, mert amíg neki is jutott, ugye mondtam, hogy 19-ig valakinek csepegett, valakinek dőlt a lé. Na most, hogyha már nem is csepeg, akkor nagyon felkapja a fejét, hogy valakinek még dől a lé. Úgyhogy ezért most szerintem más a közeg. A Magyar Péter jelenség azért érdekes, mert azért meg tudod szólítani olyanokat is, akik vagy a Fideszre szavaztak, vagy odahúznak, vagy pedig nem érdekelte őket, letettek az egészről, és e vonatkozásban, amit mondott, az jó, tehát az látszik, hogy neki is bögyébe vannak ezek a nagyon ezek az élősködő krikkek, és tulajdonképpen megtestesít nekem, most már személytől kicsit függetlenül, megtestesíti azt a generációt, amelyik azt gondolja, hogy nincs neki szüksége Orbánra ahhoz, hogy sikeres legyen. Többen, sőt, hát ha az Orbán áll ő között és az uniós pénzek között, az ő jövőjét Orbán lefedi, leárnyékolja. És ez még ne, ezek neres ember, akiről én beszélek, ez nem a híd alatt lakó, akinek az egészről semmilyen benyomása nincsen, hanem ezek a gazdák, akik kapják az uniós pénzt, ezek a 30 éves jogászok, mérnökök, IT szakértők, persze, hogy megélnének. És nekik azért, ők most már látják, hogy ha az orbáni politika miatt és külpolitika miatt, vagy a külszintéren elkövetett magyar politika, mert ez nem külpolitika, mint hogy nincsen gazdaságpolitika, politika miatt nem jön a pénz, akkor ők egy idő múlva azért azt mondják, hogy hát nem lehetne az elintézni, hogy a Orbán papa is Biden mintáját kövesse, hát végül is mind a kettő már túl van a 60-on. Volt a rómaiaknál egy olyan szokás, hogy 60 fölött nincsen szavazás. Igen, 60-asok el a hídról. Ez egy idézet, most elmondom, nem mondom el latinul is, ugyanis, és akkor jönnek azok, akik 60 alatt vannak, és akkor hexagen. 60-60 puszta, kicsit asszociáltam, igen, de egy nagyon érdekes nyilatkozatot is sikerült elcsíptem tegnap a hírfolyamban. Navracsics Tibor most végre nem arról beszélt, hogy jönnek az uniós pénzek, megszakította ezt a fajta szokását, és nagyjából úgy fogalmazott, hogy a magyar nemzetgazdaság motorja Budapest, de az Észak-Dunántúlt leszámítva a fővárosnak nincs kisugárzása Magyarország többi régiójára, és hogy például Pécset említette, gyakorlatilag eltűnt a magyar gazdaság térképéről. Itt kezdenek felébredni az emberek így a Fidesz környékén? Ez egy érdekes ügy, részben mert igaz, és elhangzott más összefüggésben,
például a román siker. Na most ugye nem kell túl dimenzionálni Románia sikerét, de kétségtelen, hogy nagyon dinamikusan nőtt. Több a verseny ott, és egyebek mellett össze is függ, vannak városok. Tehát valaki mondjuk Kolozsváron lakik, 300 ezer lakos, nem csekély, vagy Nagyvárad, vagy Temesvár. Hát Temesváron olyan ipari központok vannak, szerszövisszenterek, dinamika van. Aztán van ugye a Fekete-tengernél, van Jászvásár, tehát van 6-7 olyan város, amelyiknek van dinamikája, üzleti aurája, és ha valaki mondjuk összerúgta a port a főnökével, át tud menni, és ott üzletet nyit. Na most Magyarországon van Budapest, és akkor hát ugye Győr, de azért egy kicsit Audi, Debrecen, szegények, most eddig még csak kinézett neki, de odavágnak hozzájuk olyan beruházásokat, és még államit is, amire nem vágynak. Szeged, meglátjuk, hogy egy nagy kínai gyárral kijebb vannak-e, és hát ugye Pécs, mely kicsit szúnyók át az elmúlt 20 évben, kétségtelen. És ebből látszik, hogy nálunk nagyon nagy a vízfej. Hogy ezt milyen összefüggésben mondta, én is olvastam ezt, és gondolkoztam rajta, hogy részben igaza van, részben pedig, hát ide vágtak hozzánk egy halom pénzt az Unióból. Ugye most arról beszélünk, hogy nem jön az új pénz. Na de hát volt 20 ragyogó évünk. Hát 2008-9 tájt, addig nem nagyon dőlt, csak csordogált, de akkor dőlt a pénz. Több kormányt el tudnék marasztalni, mert sose volt tökéletes a felhasználás. A elején túl sokat öntöttek betonba, aztán később túl sokat öntöttek betonba. És most tényleg betonba, hát most lefették a kisvárosnak a terét, ez emiatt 62 fok van most, júliusban, majd a következő a kormányzat megpróbálja felszedni a köveket, és visszarakni a földet oda, hogy mégse üsse meg a hőgúta az embereket. Na jó, nem is bosszantjuk fel magunkat ezen a forró nap, inkább csak az, hogy lám-lám, ez a rengeteg pénz, ezt jobban el lehet tudnak költeni, és most arról beszélnénk, hogy hát van 3-4 olyan centrum Magyarországon, ami akkor is húz, ha mondjuk valamelyiknek némi strukturális problémája van, mert az oda települt autóipar mondjuk csak egy műszakba megy, mert én most ilyet hallottam. Hát, az probléma. Ha persze volna egy városban 5-6 dinamikus iparág, akkor abból 3 mindig húzna, és azt mondanánk, hogy megy a gazdaság. Hát egyébként még egy érdekes kritika is született, ugye itt Herrádi Zsolt, ugye a MOL csoport elnök vezérigazgatója is egy érdekeset nyilatkozott, most ezt idézem is. Kérdés, hogy a beszedett pénzt mennyire hatékonyan hasznosítja az állam, ha tűzoltó jelleggel lyukak tömködésére használjuk, működési költséget vagy gazdasági növekedést nem támogató beruházásokat finanszírozunk, akkor abból nem lesz plusz érték. Ha semmiért fizetünk többet, nem ismerős ez a helyzet valahonnan? Pont mint a szociban. Vissza a jövőbe, uraim! Hát, de mi történik itt, tanár úr? Hát itt fölébred a fél Fidesz lassan? Na most ugye két dolog. Egyik, amit mond, az közhelyszerűen igaz. Tehát igaz az, hogy mert ugye a különadókkal kezdi, hogy extra profit adót vetnek ki ránk, és részben indokolatlanul, részben pedig ne gondolja senki, hogy annak nincsen következménye. Ha áthárítják a cégek, nem mondja meg, hogy mit csinálna, akkor abból infláció lesz, és az a kisember fizeti, ha pedig a nyerességet elviszik tőle, akkor nem tud befektetni, nem tud modernizálni, akkor a növekedési kilátások romlanak, és ugye elmondja, hogy ráadásul mire is megy ez a pénz, hát a lyukakat tömdösnek vele, éppen hiányzik a költségvetésből pár ezer milliárd. Az államadósság az első fél évben, úgy láttam, ugye emlékszem, hogy 4500 milliárd forinttal nőtt, ha jól emlékszem, az első fél évben. Szóval itt az állami költségvetés alól óriási bajok van. Ezzel kezdtem. Ezért is értem, miért kellett összerúgni a port a szövetségeseinkkel, amikor pénzre volna szükség az országnak. Hát ez Bíró Zoltán erre adott egy érdekes választ. Mi szerint? Hát, hogy mi szerint egyszer ki fog derülni, hogy mi ennek a politikának az oka. Ezt direkt ködösen fogalmazta, és nyilván értjük benne az áthallást. Jó, szóval én nem akarom érteni, hogy lehet ennyire személyes politizálást csinálni, amikor az ország érdeke az, hogy
egyébként is a szövetségésével jobban legyen, pláne amikor pénzre van szüksége, mert azok a keleti zsarnokságok, akikkel barátkozik a magyar miniszterelnök és a fiatalember a külgazdasági és egyben mellékállásban külügyminiszter, mert alapvetően az első ilyen. Igen. Azok nem olyan pénzek, amiről mi beszélünk, azok nem ingyen pénzek, nem támogat, azok nagyon is drága hitelek, vagy pedig egyéb megszorítással járó kölcsönök. Szóval visszatérve a Hernádira, amit mond, az így van. Tehát én nem tudok vele vitatkozni. Az az érdekes, és már inkább visszadobom a labdát, hogy miért most mondja. Hát ugye nem olyan szeméről van szó, aki rendszeresen veri az asztalt, hanem inkább a futballstadionokban, a VIP szakaszban szokott feltűnni. Talán azt gondolja, hogy tényleg a helyzet olyan, hogy tartottatlan, nem tudom. Talán, úgyhogy most már én is elkezdtem ezzel gondolkozni, hogy mi lehet emögött. Amit mondott, az nem lepett meg, ahogy mondta meg hogy egyáltalán mondta, az valóban érdekes hír. És akkor a végére még egy olyan hírrel szeretnék foglalkozni, hogy a magyarok 2/3 nem megy nyaralni, 2000 forint egy lángos. Hogyha így ezt most nekem, mint nem közgazdásznak le kéne fordítani, ez mit jelent? Azon kívül, hogy tényleg nagyon rossz helyzetben vannak a magyar háztartások. Erre nagyon nehezen tudok rövid választ adni, és már időnk nincsen. Belefér. De azért annyit, hogy amiről előbb beszéltünk, hogy van egy nagyon költséges állam, és nincsen gazdaságpolitika, nincsen pénzügyminiszter, aki azt mondja, hogy nyet. Nincs rá pénz. A briteknél Downing Street 10, ott lakik a miniszterelnök. Igen. Downing Street 11-es, ott lakik a pénzügyminiszter mellette. Tehát a miniszterek egyformák, a prime minister az első miniszter, de nem a második, hanem az első utáni a pénzügyminiszter. És akkor ez volt a németeknél is. Volt a kancellár, és ott mindenkor egy pénzügyminiszter, aki azt mondta, hogy nincs. Nincs. Nem fut rá. És akkor nem akkor újra kell gondolni a politikát. Na most így nem ez van. Nagyon költséges az állam, nagyon nagy beruházási rátával működik, és mondhatnánk, hogy ho-ho, ragyogó. Hát, de nem, ezt pont a szoci világból tudjuk, hogy a költséges nagy beruházások, azok leviszik az életszínvonalat. És most térek vissza a válaszra. Tehát, ha úgy érzi valaki, hogy a magyar életszínvonal nem elég magas, az nem tévedés. Azt most én, aki adatokkal dolgozom reggeltől estig, alá tudom támasztani, hogy valóban a magyar reálbérek szintje, főleg ha figyelembe veszem az adózást, tehát hogy a fogyasztás, mert a bruttó béreket adóztatják európai átlagon, nem fölötte, de nem is alatta. Megkapjuk a nettó bért, hazavisszük. És akkor elmegyünk a boltba, és 30% az áfa, mert 27, plusz még van egy kis keradó, amit a cégek jelentős 3,5 fizet, és hát nem tud mit csinálni, rá kell passzírozni ezt a termékre. Na, ezért jött ki az a sokkoló adat, hogy a balkáni fogyasztás, tehát a bolgár, román, horvát, amelyik hát mindig le volt maradva az elmúlt időszakokban, hát volt még évszázadokon keresztül, elén került. És akkor ez nem statisztikai tévedés, vagy valamilyen bizonytalan adatsor, hanem hát igen, arról van szó, hogy a magyar fogyasztás az nem sok. Na most ez is úgy oszlik meg, hogy megoszlik, és hogyha vannak nagyon gazdagok, akik az Adrián 10 milliárdos hajókba úszkálnak és isszák a fekete kávét, a olcsón vett fekete kávét egyébként valamiknál fogva, az úgy jön ki az átlag, hogy ahhoz hozzátartozik, hogy az alsó középosztály az nem tud európai életmódot folytatni. Holott szeretne. Mert nem arról van szó, mint Indiában, hogy vannak kasztok, és tudják, hogy nekik nem jut meg. Hát Isten, így nőttünk fel, hanem itt azért 30 évvel, 35 évvel a rendszerváltozás után most már juthatna. És a gazdaság ezt megtermeli. Hát a magyar gazdaság lekopogva működik.
a GDP nődögél, a cégek dolgoznak, az exportőrök exportálnak. Tehát itt az állam az, amelyik rátehénkedik erre a gazdaságra, már a Hernádi is észreveszi, hogy kifosztják őt, és hogy többet vonnak el tőle, mint amennyi adózó nyerességek keletkezett Magyarországon, mondta ugyanebben az interjúban. Amiből az is következik, hogy van az nyeresség a MOL-nak, de nem Magyarországon. Olyan helyeken, ahol becsületesebben adóztatják a cégeket. Hát ez is egy érdekes szituáció. Tehát visszatérve, ez egy nyomorúságos helyzet. A gazdasága sincsen minden rendben, mert a foglalkoztatás egy része olyan területeken zajlik, amelyen kicsi hozzáadott értéke. Tehát itt azért nagyon kellene a következő szintre lépés. Jó, hogy valaki dolgozik, közmunka, valamit csinál, de értéket alkosson. Jó, hogy valaki vállalkozik, de föl tudjon lépni a következő szintre. Tudjon nyelveket, tudjon kötni egy nemzetközi szerződést, ne lehessen átverni, a bankárra meg tudjon állapodni. A középcég ne féljen attól, hogy napszemüveges fiúk jönnek és elkérik a cégét. Mert ilyen is van, és nem egyetlen. Tehát ezt tudjuk, hogy van egy küszöbb érték, ahol a NER megjelenik, és akkor elkezdi a miniszter megüzeni a cégeknek, hogy menjenek innen a fenébe, majd átvesszük, és akkor működtetjük. Ugye volt a Spár? Hát ugye a Spár megfenyegették, és a többinek is el szokták küldözgetni a Selyem Zsinór félécskét, ami nem, na most nem mennek el, remélem, mert a verseny összeomlana, de azért, ha ezt ott van a döntéshozó fejében, akkor azért nem mer úgy befektetni, beruházni, fejleszteni, modernizálni, mint hogyha azt gondolja, hogy őt békén hagyják 10 évig, és akkor tud fejleszteni. Tehát ez egy önsorsrontó politika, és mondok politika, nem gazdaságpolitika, itt nincs gazdaságpolitikus. Nincs. És a 2000 forintos lángos az tulajdonképpen indokolt, vagy ez csak egy ilyen profitéségből fakadó árazás? A profitéség az a bajom, hogy az jó időben, rossz időben mindenki szeret nyerességet csinálni, az kicsit azt mondjuk, mint hogy a nők tetszeni akarnak, hogy hát mi ezzel a baj? Semmi. Ha meg lehet csinálni, vissza lehet élni, hogyha valaki nem számít arra, hogy jobb lesz, és dur bele mindent, és szóval probléma. Én vettem olcsóban lángost, meg kell mondanom, hogy a nagy melegben azért nem is ajánlom mindenkinek, de hát engem is, engem persze meg tudom venni, de néha azért a tejáruknak az ára, az meglep, a zöldségnél is az ár, és akkor tudom persze, hogy Lengyelországban, Romániában 5%, 10%, Ausztriában is a merves tojás kisebb, mint nálunk, tehát megint azért részben az állam. Az, hogy aztán a gazdasági szereplők, amíg lehet, megpróbálnak mindent kiszedni, amíg bírják, az megint nem az, részben az emberi természet, részben pedig egy reakció egy szerencsétlen helyzetre, és ennek véget kellene vetni, kiszámíthatóvá, jogállam. Tehát amikor azt hallja valaki, a minket néz, hogy nyugatnak baja van a jogállamiság, az nem ilyen elvont ilyen jogi izé, tehát a szerződések azok érvényesek-e. Be lehet-e vezetni adót évközben? A rendes helyen nem nagyon lehet bevezetni adót. Lehet-e védelmi pénzt szedni valakitől arra hivatkozva, hogy háborúva? Most tört ki ez a háború? Ja, most lyukadt ki a költségvetés, vagy kiukadt, de most vették észre. Szóval ráadásul ez egy hazugság, önti le az egészet. Jó messzire kerültünk az alapkérdésről, és még az is egy fél mondat akkor, hogy az infláció se hunyt ki. Tehát amikor azt mondták, bejelentették, hogy vége, sőt, még elemzők is úgy látták, hogy most már jó pályán van. Én sajnos nem azt olvasom ki ezekből az adatokból és trendekből. Ha mindazokat a terheket rápakolják a vállalatokra, akkor a cégek felül fognak árazni, mert a pénzüknél akarnak lenni, és az ember bemegy a boltba, és megint újabb meglepetések érik. Hogyha más nem, akkor a bankszámlákat, hogyha az éves vezetési díját nézzük, ugye az is... Egy telefon, bank, parkolás, posta, sebesség túllépés.
nem akarom felsorolni. A magyar gazdaság nem fogja túlélni ezt a sebességet szerintem. Mármint a... Jó, világos, csak ironizáltam. Az állami tarifák is drágulnak. De igen. Szóval, hogy harapófogóban vagyunk, Ukrajnából nem jön olaj, az EU-ból nem jön annyi pénz, és itt állunk. Igen, igen. Mind a kettő, ha akkor amennyiben. Tehát semmi se ért véget, de mindegyiknek vannak feltételei. Mert azért az olaj jön, és visszafelé is megy a vezeték. A nyugat-európaiak azok odarakták azt a pénzt, azt szeretnék ha itt a végeken is modernebb lenne a gazdaság, és kevesebb energiát fogyasztana, és tisztább lenne. Hát a környezetvédelem, a klíma, az nem ismer határokat. Tehát ez önsorsrontó, hogyha a magyar politika odarakja magát a szükségletek és a pénz közé, akár dacból, akár kivagyiságból, akár ostobaságból, rossz indulatból, vagy még rosszabb feltételezések is vannak. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk is. A nézőknek pedig köszönöm szépen a türelmet, ne felejtsék, megtalálnak minket a TikTokon, a Facebookon és az Instagramon is, és hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor nyugodtan iratkozzanak fel a csatornánkra. Viszontlátásra!